Török és keresztény csapatok a Nagyharsányi Szoborparkban. A hagyományőrzők a Harsányhegyi csata 337. évfordulóján elevenítették fel a harci cselekményeket. Itt egy nagy pusztításra, a török oldalról nagy pusztításra járó csata volt. Itt nagyon elvéreztek a törökök, és a keresztény seregeknek nagy diadala lett, egy kevés vérveszteséggel, szép vidékünkön. Hát egy nagy térséget foglalt magába, tehát tényleg egy térséget átölelő csata volt, mert Villánytól gyakorlatilag majdnem Siklósig és Eszékig tartott a csatának a területe, így is a lezajlása, mert még utána hetekig kergették a törököket a mocsárba. Korhű ruhában, fegyverekkel, ágyú és muskéták tüzében mutatták be a csatát, illetve előtte még visszautaltak az eszéki ütközetre a nyitó jelenettel. Most maga a harsányi csatát mutatjuk be, annak a jeleneteit, és hát itt úgy kezdődik, hogy az eszéki hadjáratot, a keresztény seregek eszéki hadjáratával kezdünk, ami az eszék sáncainál ugye nem sikerült, és utána lejátszuk a Harsányhegy lábánál történt eseményeket, ami aznap történt. Ahhoz, hogy itt sikerült a törököket megállítani és véget vetni a megszállásoknak, valamint eszéket visszafoglalni, az egész keresztény Európa összefogására szükség volt. Egy 50 ezer fős osztrák, magyar, bajor, horvát hadseregre. A keresztény világ egy nagy győzelme, de a hazánk felszabadulása is egy 150 éves megszállás után, és azon kívül pedig maga a haza szeretet. Tehát ha belegondolunk, ez a 150 év után pont az ennek a csatának a kálváriája, hogy az itt lévő török csapatok is, ha úgymond, már a hazájukért küzdöttek és a hitükért, és a keresztény csapatok is ugyanígy a hazájukért és a hitükért küzdöttek. Ugyanazért megjegyzem, hogy ez nem a törökök hazája volt, még ha itt is születtek, meg úgy gondolták. Az 50 ezeres keresztény és a 60 ezeres török sereg összecsapása az utóbbi teljes vereségével végződött. 8000 janicsár vesztette életét a sáncokban. A csata helyszínén állított emlékműnél koszorúkkal is emlékeztek a Harsányhegyi csatára magyar és horvát résztvevőkkel.